Isti! Damn, son! Isti store a leírásban. Na szavaztok gyerekek, itt vagyunk egy következő gameplay videóban. Slime Ranchert fogunk játszani. Na most ennek a játéknak az ökoszisztémája szerintem durvább, mint a Ridley Scott Alien-ének. Tehát, hogy így... elképesztő. Tehát, hogy így... olyan szinten nem értek még ehhez a játékhoz, hogy az elképesztő, de így az alapokat, tehát hogy csak így elmondjam. Egyiknek itt érdekel, Xbox One-on ebben a hónapban, tehát augusztusban ingyenes a játék. Én javaslom, hogy mindenféleképpen kapjátok le, amíg ezt lehet, mert ránézésre ez egy ilyen röhelyes játéknak tűnik egyébként, de tényleg, te megnézed, mi a franc ez. És akkor így elkezdesz játszani vele, és így elveszel benne a rákba amúgy. Én megmondom össze, hogy nem raktam bele annyi időt még. Mert még úgy nem igazán tudom hova tenni. Picikét olyan feelingje van nekem a játéknak, mint mondjuk egy ilyen telefonos, farmeres, menedzseres játék, mint például ugye ilyen a Heyday, vagy például ilyen van egy ilyen most, amit játszom, ami Hospitals valami, nem tudom annak mi volt a neve pontosan. Tehát tipikusan az, hogy ugye van cucc, amit ki kell termelned, az valameddig tart, míg az kitermeli, akkor azt el kell adnod, és akkor szépen tudsz mindig új dolgokat létrehozni. Na, és hát ugye vannak ezek a slime-ok, és eléggé el van basszonos itt az egész dolog, mert ezek itt most kiszabadulnak amúgy. Tehát ezt nagyobbat kéne csinálnom, csak hát ugye semmi pénzem nincsen a játékban, ezt így hozzáteszem. És az a probléma, hogy tényleg ezek így jönnek ki, mint az állat. Tehát itt azért ez gond. Ez egy komoly gond, de mondjuk a rózsaszínekkel nem kell annyira törődni szerintem, mert azért telt a darabig. Meg ezekből lett ilyen köcsög nagy ilyen akármi, tehát egy kicsit fura. És úgy van, ezeket meg kell etetni, és akkor fognak szarni neked ilyen kis kristály darabokat, ez a pink plort, ilyen plortokat. És igazából ennyi, és akkor azt a plortot kell eladnod, és akkor fasz a gyerek vagy. Na most én leszedem itt a gyümölcsöt, mert én már is termesztek itt gyümölcsöt amúgy itt a fán, mert azt is lehet csinálni. És akkor ránézel egyre, és írja azt, hogy diet, látod, a pink slime, everything, tehát hogy megeszik bármit. Viszont van olyan, ezek így keveredtek amúgy, az volt a probléma. Van olyan, ami pedig csak zöldséget eszik meg, vagy csak gyümölcsöt, vagy mit tudom én. Úgyhogy most kicsikét itt ilyen káosz van, most azon próbálkozok várat változtatni valahogy, hogy működjön. Na most a plortot ide el tudod tárolni, ugye vannak ilyen silók, ahova a faszán el tudod tárolni. Ez azért fontos, mert az ár az növekszik folyton, hogy mi mennyiért megy el, látod? Tehát van most éppen följebb van, tehát van egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen árfolyama gyakorlatilag mindennek. És így akkor igazából ugye addig ezt így elteszed, de hogy most így... Szerintem inkább most adom el, most fent van az ára. You know? De most fent van az ára, most feljebb ment legalábbis, akkor ilyenkor eladod. És akkor most van 360 darab pénzünk. És igazából tehát lehet fejleszteni ilyen cuccokat, tehát most itt az lenne a lényeg, hogy... Picikét... Tehát hogy... Tehát legyen egy ilyen hálós téma, látod? Tehát lehet olyat csinálni, hogy ilyen hálót húz gondolom az egész tetejére ennek a cuccnak. És akkor nem tudnak, van amelyik repül egyébként, akkor nem tudnak kirepülni például. Úgyhogy nem feltétlenül ezt kell nekünk, lehet, hogy nekünk a magasabb falak kellenének csak, ami 350. Most én ezt veszem meg, és akkor így most már talán nem fognak kiugrani. De nagyon remélem, hogy most bepakoljuk oda őket, azért, hogy kidobja őket oda amúgy. És akkor szépen berakjuk. És igazából így ennyi, most ezekkel a nagy dögökkel én nem tudom mit kéne egyébként kezdenem, mert hogy ezzel így nem tudok mit. Így most csak nem jön neki. Nagyon remélem, mert most ennél többet nem tudok mit kezdeni vele. Mondom, ilyen hálós témát azt akarok csinálni, mert tényleg volt nekem olyanom, amit ide hoztam ilyen nagyon-nagyon naívan, hogy na majd berakom a kettőzbe és akkor fassa lesz, de hogy fassa, mert volt szárnya és kirepült belőle a rákba. És ennyi volt. Úgyhogy téged ide rakom őket. És mindjárt megetetjük őket. Mindjárt megetetjük őket. Itt vettünk fel egy plortot is, ha jól látom. Igen, gyere. Jó, te is odafutottál. Szóval ez egy ilyen tök izé, ilyen tök komplex játék amúgy. Így. Akkor beküldöm a kaját nekik. Egyetek csak, zabáljatok csak. Úgy. Ez meg itt egyébként termeszti, addig ugye itt írja, hogy éppen mit termesztesz, de ez bármikor le tudod cserélni arra, amit akarsz. Tehát ez tök király amúgy. Ti most esztek, és ott a plort, látod? És akkor ezt így fogod, és ki tudod szívni. Ez a probléma, hogy be kéne menned oda, most ezek téged megtámadnak, ezek a agyarosok, kicsikét. Ez tud fájni. Egyébként nekem ez egy egyik probléma a játék, hogy ilyenkor, amikor bejössz ide,
akkor így nagyon nem tudsz mit csinálni, tehát muszáj felszívnod pár gyereket is, kvázi, vagyis ilyen slime-ot is, hogy... hogy ki tud venni, mert nem férnek el, látod? Ez már túl sok. Aha, jó. Szerintem az lesz a következő dolog. De amúgy én mindenféleképpen várom az észrevételiteket kommentben. Tehát, hogy én most jól csinálom a dolgokat, hülyeséget csinálok-e. Ezek engem felcsesznek agyilag ezek a szarok, úgyhogy én ezt fogom és szépen elküldöm melegebb éghajlatra. És ezt fogom tenni az összessel, és ezt nem tudja felszívni ugye a cucc, tehát hogy ezt így csak így oda tudod vinni. Gyere ide! Gyere szépen itt! Te is van olyan nagy, hogy nem tudod felszívni? Jaj, rossz helyre akarok szívni. Mi a franc ez? Ez mi? Nem fér be? Te is túl nagy vagy már? Ezek nőnek amúgy folyton szerintem, vagy én nem tudom mi van ezekkel, de hogy így... Nézzük ezt is. Felcseszom, hogy lehet, hogy előbb-utóbb ezek így felfejlődnek ilyenre, de van olyan, ami így néz ki, csak szürke, abból is hoztam egyszerűen, ezek párosodtak velük, vagy én nem tudom, mi történt, de... Most őt nem is tudom beszívni, amúgy, tehát, hogy... Na mindig. Á, és lehet, hogy is fáj, és ez engem ez felcsesz, úgyhogy nekem ezekre nincs szükségem, azért... Én szépen így fogom, és így elegánsan eltávolítom őket. Igen, te meg hova szöksz? Nézzük szépen vissza. Húbi, ezeket meg majd nem is tudom. Aha. Nem tudom, érdekes. Nem tudom, ezt miért nem tudom felszívni, jó. Tényleg szóval nagyon szívesen várom tényleg az észrevételeket, hogy mit csinálok, jó? Mert valószínűsítem, hogy nagyon sokan játszottok már ezzel a játékot, és tudjátok, hogy mit kell csinálni, mivel. Én így még nem. Én ebben nem vagyok még profi, nyilvánvalóan. Úgyhogy téged is foglak és elküldlek melegebb éghajlatra. Úgy. Jó, akkor a plortokat szerintem most is eleadom, mert... Nem érne, most 8-at adnak érte. És akkor van 100-unk, jó. És akkor igazából szerintem most várok egy reggelt. Ez a tervem. Igen. Sleep until morning. Jó. És akkor ugye... Ez mi? Add the pulse wave. Emitter feature to your backpack that pushes away slimes whenever you need some personal space. Értem. Az jó pofa dolog. Jó. Ez ilyen... Plusz... Aha. Szépen menj vissza a helyedre. Szóval valamelyiket fel tudom szívni, valamelyiket nem. Valamelyiket fel tudom. Jó. Itt el vagytok. Na. És igazából a játéknak egyik lényege az az, hogy tudsz így mászkálni. Tehát tudsz így szedni össze cuccokat. Sok helyre, ugye ezek így vadon élnek ezek a slime-ok amúgy. Itt egy plort. Ami jó, mindig jó. Rózsaszint már nem viszek amúgy, rózsaszint már nem viszek, mert annyi van, mint a nyű amúgy is. És nem tudom egyébként, hogy viszont répát viszek, mint az állat. Mert van olyan fajta slime, amelyik imádja a zöldséget. És csak a zöldséget eszi meg. És azért az nem elhanyagolható. Vagy hát igazából a rózsaszínek is, ugye a rózsaszínek megesznek bármit. De most az lenne a terv... Igazából most az a terv, igen, most az a terv, hogy ki kéne termelni azt, hogy tudjak másfajta slime-okat berakni. Ugye, mert egy helyre nem lehet őket tenni, mert akkor így szaporodnak, vagy mit csinálnak. És az nem tesz jót, mert nem szeretem az ilyen nagy darab szarokat, most mindent összedek, amit csak tudok itt. Ez... Nem tudom felszedni? Tehát akkor ez úgy működik, hogy... Van egy slot, ami meg van telve, akkor utána nem tudod második slotra stackelni a többit. Érdekes, jó, nem baj. Csirke, always good. Csak nem tudom elvinni. Nagyon kevés slotod van. Tehát, hogy ezt a pogo fruitot, ez például nem nagyon kellett, mennyi plort van. Azért visszajövünk mindenféleképpen. Mert miért ne jönnék? Szóval most a pénzgyűjtés az egyetlen dolog, mert tényleg az, hogy oda mondjuk tudnám tenni, csak azt is fel kéne ugye nagyítani. Tehát ott magasabbra kéne tenni ott is a falakat mindenféleképpen hozzá. Na most lejjebb ment az ára, most csak 7. Ilyenkor kéne azt csinálni, hogy ezt így elrakni ugye. És akkor eladni, amikor ugye több a nagyobb az árfolyama. Szóval répa meg pogó fruitunk van. Úgyhogy ezt én beküldöm nekik. Beküldöm a csirkét is. Sőt, beküldöm az összes répát is nekik, hagyj egyék meg. Oké. Okay. Ja, még van egy. Jó. Ez mi a szar?
Ide lehetne leadni amúgy ilyen izéket? Uh-huh. És itt ez mi történik? Kapok érte répát, heartbeat meg foszforplortot. És a foszforplort az mennyiért megy? 23-ért. Nem tudom. Jó, arra még nem jártam. De nem is tudok még, azt ki kell nyitni. Tehát vannak ilyen helyek, amiket ki kell nyitni szintén pénzért. Tehát, hogy mondom, ilyen baromi komplex játékról beszélünk. Jó, a rózsaszín plortot viszek mindenféleképpen, meg ugye... Na, téged nem. Abból viszünk, mert miért ne vinnék. Jó? És akkor igazából itt... Az nem répa, jó? De olyan gyorsan meg fogok telni, hogy nem igaz, hát már mindjárt tele vagyok már most a plorttal. Gyakorlatilag azt tudom, minek vannak rózsaszínek nekem amúgy otthon, tehát hogy én eljövök ide és így... És a rózsaszín izéket, rózsaszín slime-okat simán elengedhetném amúgy francba, tehát nem is kéne nekem csinálni. Na, itt már azért picikét változik a dolog. Na, ott az a kék, az ilyen köcsög. Az amúgy ilyen köcsög, viszont ugye másfajta plortot tud tolni. Vagy, aha, rock slime. Szóval ez, azt hiszem, ez keveredett a rózsaszínemmel, és az úgy tré volt. Úgyhogy szerintem nem tudom, hogy legyen. Van itt ilyen cica is. Tabby slime. Jó, viszünk Tabby slime-ot is, jó? Viszünk Tabby slime-ot, meg... Ja, azt nem tudom elvinni. Ez... Ja. Nagyon jó volt. Itt volt még egy Tabby slime. Ott van. Jó. Téged kérlek. Cica. Jó. Erre mi van? Erre még nem is jártam életembe. Jó. Nagyon jó. Gyertek csak. Ezeket akarok úgyis. Hoppá, már megkaptam is plortot amúgy, már tolta is ki a plortot. Újj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 j
meg itt állunk már, hogy van, muszáj lesz. Ez mi a fos? Ja, ilyen izé, ilyen... sztori cuccok, kvázi. Jó, menjünk vissza szerintem, ami nem megy, nem feltétlenül kell. Csak hogy így... nem tudom, merre kéne mennem amúgy tovább. Erre így... Szóval azon is gondolkoztam, hogy a rózsaszín izét, a rózsaszín slime-os ketrecet teljesen megszüntetem. Mert annyira common a rózsaszín izé, annyira értéktelen, amit így azok szarnak, az a plort, amit ők adnak ki, hogy így esküszöm, most gondolkoztam azon, hogy megszüntetem ott azt az egészet, és megcsinálom mondjuk a Tabby slime-ra. Ide kulcs kell, ami nekem nincs. Szóval ez fogalmas is, merre megyek. Úgy, Isten, az izzadság belemegy a szemembe, gyerekek. Olyan rohadt meleg van amúgy. De hát ilyen egy slime farmer élete, hát ilyen izzadásos, így meleg van, abszolút meleg van. Most hazamegyek? Most hazafelé megyek. Kaptam egy új üzenetet. Úgyhogy nagyon gondolkozok azon, hogy ezeket a tebiket, mondjuk a tebi slime-osat megcsinálom olyanra. Tehát kiürítem az egészet. Kérdés az, hogy addig mit fogok, mert nézd meg mennyi rózsaszín slime van, vagy plort van már itt. Érted? Tehát rengeteg van, és így... igazából... most hazamegyek amúgy? Hazafelé megyek? Remélem. Igazából fölösleges ennyi. Mert értéktelen, szóval, hogy... lassan pedig minek tartottam fönt a rózsaszín slime-ot, azért már legkönnyebb csinálni. És akkor megcsinálom a Tabby slime-ot. Mert szóval az a rock slime is átugrotta. Jó. Na jó, akkor figyelj, a téma a következő, ezt ide leadom. Oké. Mi az árfolyam? Most... 7. Most annyit nem számít szerintem, hogy inkább akkor eladjuk. Ez még gyorsul. Ja jó, azt nem tudom már kihúzni, jó. Ez amúgy olyan fura, hogy nem tudsz ebből többet vinni egyébként ilyenkor. Lord Peddler. Jó, pénzben jók leszünk egyébként majd. Oké, még 20, jó. És ott van például a rock slime,
Most a Tebbi, vagyis a Plort. A Tebbi Plort, az nem tudom, hogy az abból az mennyit ér. Itt van a Tebbi Plort, látod? Most ezt el tudom adni? Nincs is ára. Ez van elvileg 25. Ja, az a barna, az, ez az. Ilyen fekete volt az, nem? Atya Isten, van ilyen gold amúgy. Jó, oké, fasza. Jó, akkor most azt csináljuk, hogy megszüntetjük teljesen ezt a rózsaszín szlájmos cuccot. Teljesen megszüntetjük. Cukik voltatok, jók voltatok. De hogy így elég lesz már ebből a dologból. Várjál, viszont itt le lehet adni amúgy, ugye most már változott basszus, kifogytam az időből. Na mindegy, nem baj. Nem baj, szépen fogjuk és akkor kiküldjük őket a vízbe uszikálni. Ez így jó, ilyen kis temető amúgy, nem is tudom minek mondjam, ilyen fölösleget lehet oda tolni nekik. Nagyon sok van. Cukik voltatok tényleg, sajnálom, úgy sajnálom. Sajnálom a dolgot. Ki lehet ezt lőni messzire, és nem is kell oda menni amúgy. Így. Jó, még akkor ezt is kiürítjük. Maradékot. Igazából még gyorsan lehet itt változtatni dolgokat. Jó. Mi faszom. És akkor lesz is pénzünk már. És ez a kérdésem, hogy van ugye a Tebbi Slime. Most ezt fogom és belövöm ide. Oké. Okay. Te mekkorát ugrasz? Ugratok azért. Repülni nem tudtok, ugye? Azt hiszem. Szárnyatok az nincs, azt én értem. Csak hogy azt hiszem, hogy nem tudnak repülni. Szóval elvileg ti itt elvagytok. Na most ők húsevők. Az a para. Na most én még hússal a játékban nem találkoztam. Ezt most halál komolyan mondom. Jó, rock slime. Zöldség. Zöldséget esznek. Ami fasza, mert ez egy nagyobb pénzösszeg lehet. Ti nem tudom, hogy remélem nem csesztek így egymást össze amúgy. De azon gondolkozok, hogy megnöveljem a méretét. Mert hogy... Na jaj, mit csinálnak ezek? Próbálkoznak sok mindennel, szerintem ezt ki tud ugrani. Nyomunk ide is egy magasított falat. Oké. Okay. Mindjárt hozom a husikát, jó? Már hogy én nem tudom honnan hozok én husikát, de hogy én ezt nagyon kitaláltam, hogy husikát fogok hozni nekik. Ja, a plortokat még el kéne adni rózsaszint. És akkor jó. És hát nem tudom, hogy ez hogy lesz továbbiakban. Jó. Kérem szépen. Van ilyen helyünk, amit tudunk valami? Cove Garden? Keeping chicken. A csirke baszki, az hús. Keeping chickens in their place prevents the uprising. Aha. Tehát ez külön egy ilyen csirkés, és a csirkéket mivel kell etetni? És ez 250, jó. Jó, oké, akkor ez lesz a következő téma, hogy csirke ilyen izét kell építeni. Csirke olt, vagy nem tudom minek hívják azt. Tehát nagyinak nekem annó, amikor én jártam Szegedre, akkor voltak csirke is. Csomó minden tudtam a dolgokról, ma már így semmit. Annyira városi kölyök lettem, hogy zéro. Jó, akkor a legfontosabb most, amiért jövök, az a rózsaszín plortok egyébként, tehát az ugye pénz, tehát valami pénzt kell szerezni mindenképpen, és ez a leggyakoribb. Ugye ez a dolog, meg csirké. Csirkéért kéne mennünk nagyon durván. Valamilyen csirkéért. Itt volt azért, az, hogy beadtam a izé rózsaszín plortok, vagy rózsaszín slime-oknak a veggie, az jó a veggie. A veggie az nagyon jó lesz. Igen, szoptam fel egy kis pink slime-ot is, de hát ezt így ennyivel meg is oldjuk. Ez mi a fos? Ó, oh, rockplort, nagyon jó. Oh my goodness, na ezek hogy alakult ki? Ja, a macska meg a izé összepárosodott, látod, erről beszélek, szóval párosodnak, azért kell óvatosan. Az ott a baj, nekem kiugrott, oppá, ott a csirke. Hello. Gyertek csak csirkék. Nagyon király. Jó lesz az amúgy. Jó lesz ez. Aha, és hát hogyha kő izével, akkor meg az lesz belőle. Tehát mondom, itt olyan izé van, itt olyan ökoszisztéma van, hogy beszarsz, tehát hogy nem úgy van az, jó. Megyünk tovább picikét, még kevés a csirke szerintem. Csirkét mivel kell tetni? Azt ilyen izével kéne, ilyen takarmánnyal, nem? És a való élet legalábbis azzal kell. Ami egy dolog. Aha. Csirke, where you at?
Ó, cicát nem tudok vinni, ugye? Cica slime-ot. Cica slime-ot. Ez ilyen veszélyes teritorium. Nem annyira szeretnék. Ez mit akar? Meat. Hát, most én adjak neked, hogy mit csinálsz akkor? Te bigordó. Az nem tudom mi. Treasure pad is locked. What the fuck? Oké, okay, le van zárva. Jó, menjünk vissza inkább. Jaj, cica. Rózsaszín cica. Menjünk vissza a házhoz. És hát a... Jó lenne, hogy ezt tekerhetném amúgy ezt a plortot, mert tök jó lenne. Na ezt most aztán megmondtam. Legalább megnézzük, hogy kijutottak-e egyébként. Tehát jó-e a taktik, hogy ilyen magas falat építettem azoknak. Aztán annyi. Ez amúgy szétüthető, várjál. Ne, gyere is. És hogy ütöm szét? Ja, így, aha. És van benne pénz. Meg van benne répa. Give me the carrot. Ezekre figyelnem kéne. Lehet, hogy mentem már elejéként. Itt van a repülő, látod? Ilyet is vittem el egyébként. Ezek este vannak, úgyhogy azt azonra figyelni kell. Vittem el, csak ugye kirepültek. Ezt magyar, erről beszéltem az elején. Ez egy olyan fail volt. Elég erősen fail volt, de... Nem olyan probléma, jó. Szóval ja, eléggé noob vagyok a játékban, de az így pár alapot szerintem már, hogy tudok, de tényleg nagyon kíváncsiak a kommentjétekre, hogy nálam a gameplayek általában az van ugye, hogy ti meg ti tudtok segíteni nekem általában, és én általában hallgatok is a kommentekre, tehát na. Senki nem jött ki a helyéről, ugye? Hála a jó Istennek. Küldök ide még nektek egy rockportot. Husika. Na most a husikával az a szitu, hogy azt nem fogom én egyből ugye odaadni nekik, hanem... Nem csinálok, mert eladok plortot. És remélem lesz annyi pénzem, nem lesz annyi pénzem, baszki. Nem lesz annyi pénzem. Ilyen óra. De van, 250, zsír. Akkor van. Csirkét beküldöm ide. És food type meat. De az nem a diet. Most ez valamitől amúgy szaporodnak egyébként, vagy... Vagy itt most mi a szitu? Vagy itt magatoktól fogtok szaporodni? Mit raknak tojást? Érdekes. Felettébb érdekes. Itt mi a szitu? Itt répát kell adni, meg gyümölcsöt, meg az mi a fos amúgy? Kaberi. And receive roast through. Should requested items into the deposit. Igen, azt oké. Okay. Itt van a gyümi. Amit már úgy nem nagyon kéne tenyeszteni, tehát hogy így veggie. Hát figyelj, kaptok répát, jó? Ezt most így megkapjátok ezt a répát. Tehát ide kéne húsikát adni nekik, de nem nagyon tudok. Az a baj. Hát te! Te itt mit csinálsz? Ez hogy jött ki ide? Vagy csak erre sétált? Remélem amúgy. Te kicsit meg vagyok lőve egyébként. Mert ebből kell... Nem ebből kell. Ez nem pogó fruit? Ja, heartbeat, meg carrot, meg bakker. Hát ez erős. Jó. Valahogy le kéne cserélni, hogy ne ez nőjön. Oké, okay, miket lehet még építeni? Az itt a kérdés. Mert nem nagyon van építendő... Várjál, itt. Jó. Tehát nutrition soil, ez micsoda? Nutrient soil contains compost from the moss blanket, minerals from the indigo, makes crops always yield maximum harvest. Sprinkler. Scare slime. Ó, oh, 100-ba kerül csak lerombolni ezt itt. Értem, jó, de van itt még egy üresünk, várjál. Szóval van ilyen, hogy coral, igen. Van ilyen kert, az már van. Kópan, siló van, incinerator, amit el lehet égetni dolgokat, meg pond. What are you going to do with this? What are you going to do with this? Ez pond, ez ilyen tavacska, vagy... Érdekes, jó, hát... nem tudom. Na, de viszont ezek itt szartak. Úgyhogy már küldöm is
Küldöm is be a... Mondom, küldöm be. Most az a helyzet, hogy kevesebben vannak, vagy csak én látom úgy? Több volt, nem? Ezek szarnak is így vége? Vagy mi? Érdekes! Azért mondom, sok mindent nem tudok még erről a játékról. Rengeteg mindent nem tudok még róla. Viszont ez 23-at ér, úgyhogy ami elég jó kis money lesz itt nekünk. 236. És van egy ilyenünk, hogy plot market. Jó, hogy azért van kedvenc kajájuk is amúgy ám, tehát nem úgy van az. Stonyhen. Amúgy leírja azt, hogy mi történik velük. Aha. Igen. Ezek szeretnek mindenféle kaját ellopni, ezek a macsekok, macsek slime-ok. Hát érdekes, amit nem szeretnek. Figyelj, bedobok nekik egy húst. És az a baj ezzel itt, hogy... Nem tudom. Itt valami szerintem még hiányzik. Nézzük. Hen-hen. Beküldök egy ilyen csirkét, szerencsétlent, igen. És rámentek? Azt a kurva! Jó, és már kulázza is kifele. Tebiplort, na nézzük. Már ezt csak úgy kíváncsi voltam, hogy most ez így működik-e. A Tebiplort az 25. Ennyi. Jó. Hát a... Ezt például nem tudom mi a pöcs amúgy. Nem tudom gyerekek, érdekes dolgok történnek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Mondom, kommentekbe várom az észrevételiteket a játékkal kapcsolatban, illetve hogy mit kéne csinálni és mit hogyan kéne, és akkor ennek tudatában, hogyha érdekeltiteket a játék, akkor megyünk tovább benne, és megnézzük, hogy merre tudunk haladni tovább. Én nagyon élvezem, remélem, hogy ti is élveztitek, legyen tovább is gyönyörű napotok, gyerekek, szervusztok!